Na sziasztok, itt vagyunk a Sims 2-ben. Amint látjátok, Odaát városában vagyunk. És most azt nézem, hogy hova tudnánk menni. Megfogadtam, nem kommentálok minden egyes tevékenységemet, mert hát én úgy éreztem, hogy kicsit kioktatónak hangzik, de nem akarom kioktatóan hangzani, mert a technikus 9 az annyira jó. Pollináció technikus 9 nyugdíjba vonult a kedvenc bolygójára és a földre. Szóval nem akarok kioktató lenni, csak azért volt egy párszor, hogy elmondtam, mit kell csinálni, mert tank az apja távol. Mert hogy vannak, tudom, aki nem szimszezik, vagy most kell szimszezni, és akkor próbáltam nekik segíteni. Erről ennyi. Szóval ez a Sims 2. Nem tudom, hogy ebből lesz-e bármilyen folytatás, vagy egyenről ezt ilyen nosztalgia szinten szerettem volna föltenni. Mindig adódtak problémák. Próbáltam ezt a rebegést, majd meglátjátok, megszüntetni különböző. Ó, én ide szerettem volna menni Tudákékhoz, mert hogy itt ugye, mint tudjuk, van Pascal, Boldizsár és László. László. Ó, de régen láttam ezt a betöltő képernyőt. Ugyanis lefölrakosgattam ezeket ezt a Sims kiegészítőket, az összes kiegészítő megvan, nekem ez eredeti. És még így is ott a házban remeg, és majd meglátjátok, nem tudok vele mit csinálni. Próbáltam különböző beállításokat, különböző kiegészítőket is kihagyni, de nem szűnt meg. De azért gondoltam, hogy hát nosztalgiázunk egy kicsit. Mi is, magyarok, ne csak a külföldi adókon legyen. Hát láttam föltetni, páran már tettek föl ilyen videókat, de én is szerettem volna az én csatornámra föltenni. Nem fogok minden betöltőképernyőt nyilván megmutatni, mert hát azért ez, mert most tettem föl, gondolom ezért kicsit lassabban is működik. Hát egész hamar belépett ahhoz képest. És akkor egyből már. Ja igen, mindig kiadja ezt az oktatót. Pedig előtte megkérdezhetne. Igazán. Ó, hát ezt így kipasszintottuk. Hát igen. Hát. Pascal, ha jól megszom, hogy a Pascal, ő lett a terhes, a László másik, meg a Boldizsár, az a szőkehajó. Hát látjátok, itt van ez a remegés. Hogyha esetleg valaki tud erre valami ötletet, hogy mitől, akkor azt köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Megköszönném. Hát én nem. Én végig néztem a netet, de nem találtam semmit. Fura így látni, mert a Sims 3-hoz képest ennek a grafikája nem olyan tökéletes, bár a Sims 1-hez képest. Ugye a Sims 1 az a játszottam én is, de hát még nagyon kezdetleges volt, és ez a Sims 2 ez hatalmas változást okozott, ugye 180 fokos fordulás volt itt a Sims 1-hez képest, a Sims 2-ben egész másmilyen perspektívában láttuk a Simeket, és nekem a Sims 1 annyira nem is tetszett, megmondom őszintén, tudom, hogy sok mindenkinek nagyon tetszett, de nekem nem, akármilyen kiegészítők voltak akkor sem. Nálam a Sims 2-nél kezdődött a Sims imádat. És ez azóta is tart. Ez kb. A 2000-es évek körül. Én próbálom... Itt... Nem. Szóval, hogy a 2000-es évek elején azt hiszem ott körül kezdődött ez a Sims 2. Akkor adták ki. Hát nem tudom, szerintem utána jó pár évvel, de kezdtem el szimszezni. És ez a mai napig töretlen. Semmi sem tudta átvenni a helyét. Te mit élsz itt, Boldizsár? Egy törpéről álmodozik?
Komolyan? Hát ez jó. Hát felőlem álmodozhatsz. Ja, látom, hogy el akar menni az UFO-hoz, meg... Hát egyenre gyere ide. Ez a ház annyira tetszik egyébként, ez az első között volt, ami nem tipikus ház volt nekem, hanem egy kicsit ilyen ötletesebb ház. Nem tudom egyébként, hogy a Sims 4-ben ezt meg lehetne most építeni, nyilván meg lehet. De hát én tőlem nem láttok speedbuild videót, még hogyha ez bizonyos nézőket, vagy bizonyos, hát igen, nézőket, teket, akiket szimszeznek, nem tetszik, de hát én nem szeretek építkezni. Nem mindenki szeret. Mindegyik kutató, azt nézem. Akkor ők együtt dolgoznak. Most azt nem tudom, ez a most bűzölög, vagy meleg, és azért teszik. De hát inkább jobban kidobatjuk, mert ezt nem vagyok biztos ebbe. Sajnos tényleg teljesen elszoktam ettől. Amúgy ezt a repegést, én amikor játszok, egy idő után már észre se veszem. Tehát emlékszem, még amikor, ez amióta Windows 10 jött be nekem, ez azóta működik így. Előtte Windows 7-en volt, és ezen semmi probléma nem volt. Gyönyörűen ment rajta a Sims 2. De mióta Windows 10-ben itt van, azóta ez van, és nem tudok vele mit csinálni. De mondom, mikor játszom már egy idő után, már észre se veszem, hogy ez rebeg itt. Úgy gondoltam, hogy elviszem egy házba külön, és akkor, hogy kezdjen egy új életet. Külön a munkatársak, vagy testvérek, már nem is tudom pontosan. Ott menjen egyedül, nyilván. Igen, ő a Pascal, igen, gondoltam, hogy hát annyira azért emlékeztem. Nagyon sokat játszottam vele, nyilván. És el is búcsúznak. Istenem. Mi volt ez? Ja, itt a taxi. Az elég kopár egy kis hely. Tudom, hogy sivatag, de hát akkor is. Sárga taxi. Ó, micsoda rendszáma van. Hoppáré. Hát ez, igen. Ezt nem így terveztem. Hanem... Azt gondoltam, hogy elvisz magával. És akkor egy betöltő képernyőt vártam, de hát ez nem. Mondom, bocsi, tehát ilyeneket fogtok lehet látni, mert még itt szoknom kell. Igen, érték van, hát... Hát igen. Ó, de jó, ez micsoda? Ja, igen, egy pillanatképeket lehet csinálni. Ja, ez igen, ez egy ilyen albumszerűség akkor. De jó. Igen, hát akkor visszavagyunk a szomszédságba. És mentés nélkül. Igen, és akkor a közben itt mondanék, hogy az egeremet nem látjátok, de ez tök véletlen. Szerintem elállítottam véletlenül. Valószínűleg a felvevő gépnél elállítottam, hogy sajnos biztos, legalábbis én úgy gondolom. Én se szeretem, ha nem látom az egeremet. Na, igen, és itt van mind áram. Ó, de jó. Jaj, de jó.
Akkor vissza még egyszer. Belépünk telekre. Testvérek, tudákos testvérek. Maga tudák család, igen, hát. Igen, akkor testvérek. Ha meg úgy senkit nem fog érdekelni a Sims 2, akkor nyilván nem csinálom tovább. Tehát felveszek pár részt, aztán meglátom, hogy nektek mennyire tetszik, aztán hogyha nem, akkor nem erőltetem a dolgot. Bár ennek ennél én valószínűleg fogok feljátszani. Maximum nem készül róla esetleg videó. Wow! Megint, ugyanúgy, Pascal, megint. Még egyszer, terhes. A boldizsát szeretnék kifürkészni az égbolt titkait. Nagyon helyes. Közelebb hozta a keletinél a teleszkópját. Hát közt milyen közelebb hozta? Nem tudom, miről beszél. A tévé, hogy állandóan megy. Ez, esküszöm, ez a Sims-ben mánia, ez a tévé. Jó, hát tudom, az életben is az, de... Nem kéne, hogy itt is... A víz, meg a tévé. Bár itt nem emlékszik arra, hogy innenek. Nem látjátok egyébként az egeremmel, oda mutattam, hogy milyen cuki az a etetőszék. Sajnos nem látszik, mert nagyon bosszant, hogy nem néztem meg. De hát eszembe se jutott, hogy ez elállítódik, mert ezt nem biztos vagyok benne, hogy én nem nyúltam el hozzá. És látjátok, most nem füstő, úgyhogy akkor nem meleg, hanem akkor ez büdös volt. Rossz volt. Majd figyelnem kell. Mert ugye a Sims-be, azt hiszem a 2-3-ba is már, de 4-ben biztos, hogy ilyen zöld valami, hogy az tényleg látszik, hogy rossz. Itt meg olyan feketés lesz, úgyhogy... Addig egyébként, és látjátok, itt van, de itt tudom, mint a meleg lenne. Nem fekete, hanem ilyen fehér. Hát egyébként belőle maximum rosszul lesz el, hát. Jó. Jó, Pascal, azt szerintem hívjunk ide egy szolgáltatót, mert úgy láttam, hogy szeretne egy szolgáltatót. Egy szobalányt pontosabban, úgyhogy hívunk egy szobalányt. Ha te szobalányt szeretnél, akkor hívunk. Itt a szobalány. De vannak itt komolyik, mixer, rovagírtó, szerelő, tökéletes. Nagyon jó. És mindjárt itt is lesz, hát, még ma, azt írta, még ma. És a félelem a hányás, a vécézés, meg az, hogy aludni, ja, hogy ne tudjon vécézni, hogy bepisíjen, hogy összeessen a fáradtságtól. Igen, akkor hívjunk még valakit, mondjuk egy Simet hívjunk ide, te kit hívjunk ide. Remélem, van ismerősöd. Na, szuper. Hívjuk őket. Ó, nem néztem, bakker, hogy 3 óra 27 van, és szerintem ez este. Igen. Próbálnék aludni, te majom ezt mondta. Ja, igen, nagyon jó szöveg van itt. Hát itt azért nem illeskedtek, hogy is mondjam, de aztán megmondták. Gyere, te meg lesz. Csillagokat. Úgyis tudós vagy, ez kell ehhez. Nagyon jó. Nagyon tetszik ez a ház egyébként. Na, fel is pörgette. És jön a kisfiam. Ez nagyon imádom. Nagyon jó. Most...
Köszi az UFO. Igen, igen. Köszi. Nem akarok kárrevendő lenni, de ez nagyon jó. Nagyon jó. Örülök neki. Akkor vele is lessünk csillagokat. Bár vele nem kéne, mert igen, jobb is, mert még őt is elviszik az UFO-k, aztán még nem lesz UFO baby vagy valami, mert tudomásom szerint UFO baby lesz. Hát mivel az UFO-k ejtették teherbe, mert úgy emlékszem, hogy magában a szín, tehát itt nem lehet, tehát ha ők együtt vannak, akkor talán nem lehet férfi terhes, csak akkor, hogyha elviszik az UFO-k és ők ejtik teherbe. Én még erre emlékszem. Felfedezett egy csillagot. 500 szimulont kaptunk. Ah, oh, de jó, de jó, de jó, de jó. Nem is figyeltem. De meg gyűjtsed ezt a Szent János bogarat, mert... Hát, ezt így eladjuk, az pénz lesz belőle. Bár van pénzünk, de nem baj, legyen. És hol van? Hol tetted? Jó, most mindig, igen, ezt beállítom akkor, mert... mindig elfelejtem, idegenek idézése, szerintem neked jó, hogy ezzel jó kapcsolatban vagy, mivel szerintem a bébid UFO lesz. És akkor neki is eljöttük be, neki is jó, ha már ott van fent az UFO-knál, akkor ugyanez szintén jó. És akkor azt hiszem, hogy ezek nagyon jók, ezek az életci jutalmak, ezeket annyira régen láttam. Kopak nyugtató, az pénz van, hát igen. Pénz igenis felnő. De csak ha meglocsolják a felleggyár. Hát gondolom, hogy az időjárást tudnak manipulálni. Ez a tej, ez a szemüveg, ez, jól emlékszem, ez nem egy nagy szám volt. Ez viszont igen, ez feltölti a szükségleteket. De ha rossz hangulatba csinálod, akkor letölti. Leszed mindent? Hát ez is tipikus. Igen, a pénzhamisító szerelemkád. Azért vannak ebbe, meg kell látni olyanok, amik... hát igen, és ez a élet elixír. Amik ugyebár nincsen a Sims 3-ba és a Sims 4-be. Ilyen például, hogy szerelni tudnak. Nem ezt akartam, hanem akartam, hogy valaki tudjon már a nagy levesét csinálni. Igen. Szóval, hogy azt gondoltam, hogy azt mondom, hogy van olyan, amit csak a Sims 2-ben van meg, például varrógép. Ez csak itt van. Vagy szereli az autókat, mert tényleg veszünk nekik autót, ilyen, hogy bütyköljenek. Tehát, hogy szereli az autókat, ez is csak itt van. Tehát se a Sims, azt hiszem a Sims 3-ban, vagy ott van. Hát lehet, hogy ott az van. De varrógép biztos, hogy csak itt van. Jó. Hát szegény, jó elvitték. Vigyázz, mert még a végén téged is elvisznek. Tudod, mit mi lenne, hogy ide eljönnél? Pihenni és... Á, nem álmos. Akkor gyere, csinálj valami kis kajcsit. Na, a borda. Ez nem egy tipikus hamburger, hotdog van mindegyik Sims-be, de borda itt van csak. László. Nem László, hanem László. Nem hívunk el. Na, megnőhassak megint? Szülni fog? Hát egy fél nap se telt el. Hát ez gyorsan megyem. Villám gyors, kérem. És igen! Hója jön. És a kisfilm, a tipikus kisfilm hozzá. Virágnyitás póló.
Itt vagyok. Ez nagyon cuki. Hát igen, tudtam, hogy fiú lesz. Na most jön a névválasztás. Hát, milyen nevet lehet adni egy kis prücsköt? Milyen nevet lehet adni egy UFO bébinek? Tudom én, Thor? Nem, Thort nem adunk. De tényleg, ez mindig nekem akkora probléma, nem tudom másnak egyébként ez probléma ez, de... most hiszem... agyalhatok. Ajaj. De kell, hogy nem vagytok itt segíteni. Na jó, Teó lesz. Nem jut más. Nem. Ez név eszembe, nekem a Teó az első, ami eszembe jut. Ez a név amúgy is nagyon tetszik nekem, úgyhogy... marad a Teó, úgyis Pascal, meg Boldizsár. Teó szerintem totál jó megy a családhoz. Nem soká jön az autó. Nem Boldizsár, Lászlóér. László, bocsánat. És kész a borda. Mutatd bele ide a gyereket, mert... no. Micsoda kisfilmek haza. Visszahozták Boldizsárt. Nagyon király. Ez azért hiányzik. Ez a kis filmecske. Menne a szükségletei. Nem, a hangulat mutatója az egekbe szökkent, tehát boldog, ami azt jelenti, csúcsosan boldog. Nagyon boldog, csúcsosan. Nem így akartam mondani. Nem nagyon. Hát beszélgettek. Hát igen, örül a tesónak, hogy hazajött. Hát akkor te ezt dob ki. Amúgy igen, amikor ilyen nagy nyeléseket hallatok, az azért van, mert hogy ha iszom, akkor az hallatszik, ha nem iszom, akkor egy idő után, ha sokat beszélek, akkor hát nyilván akkor nagyokat kell nyeljek, mert akkor kezdek szomjas lenni. De édes megeteti magától. Egy kis gondoskodó. Hú, lement az ürítése, meg az energiája. Nagyon tetszik az a bébi hordozó. Jó, hát akkor gyere tedd vissza. És akkor szerintem Boldizsárt ezt dob ki. Azért sem Pascal akarom, mert az már szegénynek vécéznie kell, meg álmos is. Nem mit csinálj. Jó, csevegjél ezzel a Seish Hanna, lehet ezt a kartot. Lehet nem te a kartot, ezt nem baj. Te fogsz. Mindegy. Ja igen, Pascal akart. Nem baj. Családban maradt. Nem. Pizsomát akartam. Annyira rossz, hogy nem látszik az egér. Én tudom, hogy merre megyek a kezemmel, de én sem látom, szóval nem tudom, hogy ez hogy sikerült. Jó, azt hittem, megint történik valami. Mi történik? Jaj, de jó ágya van, még ott is ufók vannak. Hát ez nagyon jó. Na jó. Akkor szerintem most lefektetem, és akkor ezt a részt itt hagyom abba. Köszönöm szépen, megnéztetek, és akkor találkozunk a következő részbe. Sziasztok!